Hanna, amikor az utolsó, mindent eldöntő futás előtt összeölelkeztél Dorkával, ott hosszú másodpercekig öleltétek egymást, akkor mi hangzott el kettőtök között? Ugye az volt az utolsó lehetőségünk arra, hogy verseny előtt még elbúcsúzzunk, vagy külön váljunk igazából. És ott döntött mindenki arról, hogy hogyan fogja lefutni az utolsó futamát, és a Dorka nagyon jó volt benne. Mi volt a te döntésed? Az én döntésem az volt, hogy kíváncsi vagyok, hogy hogy alakul. Szóval alapvetően én harcoltam az utolsó futamba, de minden jól alakult úgy, ahogy most volt. Természetesen Hanna is megkapja a lehetőséget arra, hogy elbúcsúzzon a csapattársaitól, hiszen ő az Exatlon All-Star évadának negyedik búcsúzója. Kérlek, Hanna, hogy köszönj el a többiektől. Szia, Lele! Adsz egy kettest az értékelhetetlen teljesítményemre? Egy 4/5-öt, jó? Inkább maradjunk a kettesnél, az jó. Tudom, hogy most nehezebb neki is. Összességében biztos, hogy nehéz neki itt maradni ebben a közegben, úgyhogy eddig viszonylag szoros egységünk volt nekünk, most itt a hármas egységünk, de ő ettől függetlenül tud harcolni, úgyhogy én szeretném, ha ő harcolna. Megcsinálják a kékek, hát ez valami. Mindenkinek vannak az életében olyan dolgok, amik alapvetően nem vártak, és nem tervezte előre, hogy az hogy fog történni, sőt, egy teljesen másik tervvel érkeztem ide, és mégis más történt. És sokat tanultam most ebből a helyzetből. Egyrészt, ahogyan elindultam otthonról, és hogy milyen jelei voltak annak, hogy én ezt szeretem vagy nem szeretem, az őszinte jelek, de mégis azt gondoltam, hogy ez egy óriási lehetőség, és a mai napig azt gondolom, hogy ez egy nagyon nagy lehetőség volt, hogy én ide kijöhettem. Viszont nem úgy alakult számomra ez a játék, ahogyan előre gondoltam, hogy fog alakulni, de végső soron azt gondolom, hogy az életem most ebben a szakaszban volt. Most meg kellett küzdenem egy nehézséggel, amit én tudom, hogy legyőztem. Kié lesz a pont? Úgy tudik, hogy a kékeké! 4-1! Visszahozza ezt a csatát, Hanna! Egy réti? A másik gép. Hát ez valami zseniális volt Hannától! Patrik, Szandi és Veszti után tehát a negyedik búcsúzó itt az All-Star évadban, Hanna, de minden dicséretet összességében azt gondolom, hogy megérdemel. Köszönjük Hanna a versenyzést, köszönjük, hogy itt volt az All-Star évadban.